Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ezt nem mondják meg a plafonról, újabban kollégáim a plafonról beszélnek. Tehát következő vendégünk Szabadai Viktor, a liberálisoktól. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt van velem Gulyás Erika, a Népszava vezető munkatársa is, és akkor annél, hogy bármit is mondana, megnézzük, hogy merre járt. Kérem kollégáimat, hogy játsszák be azt a kis rövid klipet, ahol hegyet mászott a képviselő. Itt vagyunk Budapest közepén, a Hungária körút, a BVST sporttelep és Angyalföld által határolt területen. Néhány száz méterre a Hungária körúton túl van a Városligetnek a kezdete, sok milliárd forintért. Itt fog megújulni Budapest legnagyobb közparkja, egy rendezett világvárosi színvonalat ígérnek, miközben néhány száz méterre vagyunk csak arrébb, és látható, hogy itt milyen körülmények uralkodnak. Hosszú évek óta nem történik itt semmi. Nem történik a területnek a rendezése, a szabadon burjánzók az levágása, a szemét eltakarítása. Inkább csak nő a szeméthalom, hogy ezt még később is látni fogjuk. Folyamatosan gyűlnek a szemétkupacok. Mondanom sem kell, hogy a 40 fokos nyári kánikulában fokozottan veszélyes az ilyen szemétkupacoknak, az ilyen rothadó, bűzlő hulladék hegyeknek a helyzete itt a város közepén. Azt gondolom, hogy kiemelt fontosságú ügyként kell kezelni. Láthatóan évek óta nem sikerült. Most azt szeretnénk elérni, hogy összehangoltam az érintett felek, tehát mondom még egyszer, a MÁV, a Fővárosi Önkormányzat és az Ugrői Önkormányzat összehangoltan cselekedjenek, közösen tegyenek azért, hogy ezt az áldatlan állapotot itt felszámoljuk, megszűnjön ez a közegészségügyi veszélyhelyzet, ami most itt kialakult Budapest közepén. Kedves nézőim, meggyőződhettünk róla, ha idáig azt hitték, hogy a liberálisok azok másfele járnak, nem a zöld is hozzájuk közelít, mármint a természet. A természet lágyölén megjárta, megmászta a szemétdombokat. Ezt a hangos levelezőlapot a BKK-nak küldi, vagy Zugló polgármesterének, vagy kinek? Figyelemfelhívási célra készítettük ezt a felvételt, ugye. Egyrészt szeretük volna, hogyha minél többen látják ezt a filmet, azért az a közösségi oldalékon osztottuk, sok ezren látták már, de ugye ennek a további most sorsa... 3 millió néző otthonába eljutott. Nagyon örülök, hogy itt is láthatták a nézők ebben a műsorban is, és köszönöm szépen, hogy levetítették. A következő lépés ezzel kapcsolatban az, hogy a kormányhivatalhoz fogunk fordulni. Azért a kormányhivatalhoz, mert ugye ez a terület, amit itt láttunk, ez a Kacsó-Pongrácz felüljáró alatti terület, ami határos a Városligettel, határos Angyalfölddel, ez részben MÁV tulajdon, tehát állami tulajdonú földek is vannak itt, részben pedig kerületi igazgatás alá eső területek, illetve fővárosi. Egymásra mutogatnak. Tehát igen, azért fordulunk olyan szervezethez, akinek ráhatása lehet ezekre az említett intézményekre, pontosan azért, hogy ne lehessen az, hogy egymásra mutogatnak, egy összehangolt feladatról, összehangolást kívánó feladatról van szó, több szereplő, ugye egyik állami, másik önkormányzati, mégis valami megoldást kell találni. De létezik egyébként erre a területre valamilyen rendezési terv, elképzelés, ami papíron legalább már valamikor megszületett? Én nem találkoztam vele. Azzal találkoztam, hogy néhány évvel ezelőtt, azt hiszem 2015-ben, néhány száz méterrel feljebb a Rákospatak utcánál egy hasonló helyzet alakult ki, akkor hatalmas szeméthegyek álltak ott is, MÁV terület, illetve kerületi területnek a találkozásánál. Ott akkor az sajnos egy olyan rossz kimenete volt, hogy felgyulladt az egész, pedig többször érkezett már lakossági bejelentés, akkor ugyanez volt, hogy évek óta ott halmozódott a szemét, felgyulladt az egész, és utána indult meg, miután végre sikerült eloltani, több tonna szementet akkor hordtak onnan el, és akkor került rendezésre ez az egész. Én azt gondolom, hogy ne várjuk most itt ezt meg,
ugyanaz a helyzet alakult. Fordultak ki. A MÁV vezetőségéhez is? Eljuttatjuk a MÁV vezetőségéhez, természetesen ezt a filmet a leíratunkkal együtt, de mondom még egyszer, mi a kormányhivatalt keresünk meg elsősorban. Azt gondoljuk, hogy egy kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy az állami szervekre is hason, illetve a felügyelet alá eső önkormányzati szerveket is. Ön végül is nem indult el az előrehozott helyhatósági választásokon egyik helyen sem. Nem lett volna jobb, hogyha elindul, és akkor hatékonyabban, mint képviselő közre tudott volna működni? Most az 5. kerületi időközi választásról beszélünk, vagy a... Igen. Hát sajnálom, hogy ez így alakult. Ugye láthatóan nem sikerült megismételni azt a jó eredményt, amit április 8-án sikerült, akkor ugye Csárdi Antal az 5. kerületi választókörzeteket meg tudta nyerni olyan nagy arányban, hogy az első kerületi elvesztett választókörzeteket tudta kompenzálni, és így az egész egyes számú választókerületet meg tudta nyerni a Fidesszel szemben. Tehát most ugye egy olyan helyen rendeztek időközi választást az 5. kerületben, amit Csárdi Antal, illetve az ellenzék nyerni tudott április 8-án. Most eltelt 3 hónap, és 2/3 Fidesz győzelemmel találkoztunk, és sajnálom, hogy ez így alakult. Én még a sajnálom, az milyen kategória? Az, hogy még felhívtam az indulás előtti napokban, és felhívtam bizonyos szocialista politikusokat, és akkor kérdeztem, hogy van ennek az embernek esélye arra, hogy megnyerje, mert akkor biztos, hogy nem fogok elindulni vele szemben. És akkor nagyon magabiztosan mondták, hogy természetesen van. Akkor mondtam, hogy biztos, akkor én ellépek ebből a pozícióban, nem fogok indulni, nehogy az a... korábbi együttműködésük alapján gondolta, hogyha fölhívja őket, akkor együtt fognak működni magával? Véleményükre voltam kíváncsi, tehát mennyire hisznek abban, amit mondanak. Én azt sajnálom, hogy tehát egy ilyen helyzet alakult ki, amikor mondom, egy győztes helyzetből egy nem jó kampányal, egy rosszul előkészített politikai üzenetekkel... Oké, lépjünk előre hamarosan, 2019-ben helyhatósági választások lesznek országszerte, mondjuk előtte még lesz azt hiszem Miskolcon is, és igen, most hétvégén lesznek. Több helyen hogy készülnek önök erre? Ezt is csak föl fogja hívni és megkérdezi, milyen esély, nem, utána... Nem, sajnáltam, hogy ugye itt a tárgyalásuk alatt is látható volt, hogy nem feltétlenül mindenki nyerésre játszott ebben a helyzetben. Ha nem ilyen. Én szerintem inkább csak a túlélésre vagy egy-két ilyen lapottyanó morzsára. Én nem gondolom, hogy ezt folytatni kéne, ezt a politikát. Tehát egészen más az, ami a választókat érdekelheti, ami a választók újra hitet találhatnak, ebben biztos, hogy nem fognak ebben a napról napra történő vergődésben és a túlélésre játszásra. Én azt gondolom, hogy a következő időközi választásokon egyszerűen a liberálisoknak más partnerekkel, akikkel együtt tudnak dolgozni, és egészen más politikát tudnak majd képviselni. Akarnak még a liberálisokkal mások együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy igen, tehát ebben nincs gond. Olyan partnereik vannak, akikről én azt feltételezem, hogy hosszú távon tudunk velük együtt dolgozni. Ügyek mentén már együtt dolgozunk. Említhetném itt például a marihuana legalizálása sájért folytatott küzdelmünket. Az elég érdekes, mert azt hittem, hogy azzal 3 millió embert be tudnak hozni, és nem látom a 3 millió nézze, embert. Hát ha nem is 3 millió ember, de azért sok olyan civil szervezetet, vagy olyan magánembert, akinek ez a kérdés fontos, azért a partnerségi viszony, jó partnerségi viszony már sikerült kialakítani. Egy csomó embernek a legfontosabb lenne, hogy ne legyen kriminalizálva a dolog. Emiatt a... Nem. Én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes kérdés. Megnéztük a közvéleménykutatási adatokat, mondjuk 10-15 éve visszamenőleg egészen más már a társadalmi megítélése ennek a kérdésnek. Most már nem egy réteg kérdésről beszélünk, társadalmi kérdésről beszélünk. Sokkal több embernek van véleménye róla, sokkal több ember támogatólag tud ezzel a kérdéssel, támogatólag nyilatkozik erről a kérdésről. Mondjuk, a társadalomban egy erős változás van, azt gondolom. De ha mondjuk nem ebbe a kérdésbe állnak bele, hanem Budapest közlekedés fejlesztésébe, akkor lehet, hogy többeket sikerül megszerezni. Nézd, ez nem vagy-vagy kérdés, én nem azt gondolom, hogy vagy a marihuana, vagy a tömegközlekedés. Én rendkívül sokat foglalkozom a tömegközlekedéssel. Tömegközlekedik is? Természetesen. Mennyi idő alatt ért ide ma? Ma? Hát majdnem 30 perc volt. Honnét jött? Angyalföldről, Esztergomi útról szoktam ide érkezni. Nekem ez majdnem 30 percen betelik, de én most, örülök, hogy megvan az utód, lassan 8 hetes lesz az újszülött,
hol sétáltatják őt, Angyalföldön van-e zöld terület, ahol a csecsemőt. Igen, sőt a Margit szigeten is nagyon szeretünk sétálni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó adottságú városban született ez a kislány. És csak oda jutni egy kicsit nehéz, de nem baj. Igen, hát nem egyszerű, megmondom őszintén, babakocsival közlekedni ebben a városban, de én azért látok biztató jeleket. Babakocsival a villamosra hogy sikerül felszállni? Valamelyik villamos alacsony padlós, és akkor felszállunk. Sőt, buszokra is felszállunk, nem mindegyik, és sajnos ugye alapvető problémát én azt gondolom Budapesten az a szemlélet okoz, ha babakocsival közlekedünk, hogy az autósok eléggé kevésbé figyelnek arra, hogy mondjuk a házak és az autó közötti járdaszakaszon ne csak egy ember tudjon oldalazva elmenni, hanem egy babakocsit el lehessen tolni. Ez nem elsősorban azt gondolom, hogy hatósági feladat lenne, hanem egy szemlélet. Egy babakocsi. Igen, hát ez egy szemléletbeli kérdés. Én azt gondolom, hogy egy nagy küzdelem van még itt előttük, például ebben a kérdésben is, hogy annyira tudjunk figyelni egymásra, hogy például ilyen problémák ne. De tudta ezt ezelőtt mondjuk 3 hónappal is, amikor még nem volt babakocsi a család? Na, hogy nem. Hát akkor is ugyanúgy bosszankodtam ezen, csak mondjuk akkor nem közvetlenül érintetten. Most igen, így vagyok vele, de én ezt gondolom, hogy itt nem elsősorban a hatósági feladatok vannak, hanem valami fajta olyan szemlélet változtatási feladatok vannak. Akkor használjuk ki azt, hogy egy fiatal apuka és biztos védőnökkel is találkoztak, hogy van megelégedve a szolgáltatásukkal, valamikor világhíresek voltak. Igen, 13. kerületi védőnői szolgálat, én azt gondolom, hogy magas színvonalon teljesít, nagyon sok pozitív dolgot kaptunk tőlük, és azt gondolom, hogy ez így rendben van. Ugye ez a védőnői szolgálat, ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Még nálunk is az történik, hogy sok esetben pedig utána olvasunk, felkészülünk, beszélünk másokkal, sok esetben tudnak olyan tanácsokat, olyan hasznos információkat mondani nekünk, amik egyébként mondjuk nem voltak meg, és azt gondolom, hogy más olyan kevésbé az információhoz hozzáférő emberek, vagy kevésbé felkészült emberek számára pedig szerintem nélkülözhetetlenek ezek a szolgáltatások. Én nagyon sajnálom, hogy a szociális szolgáltatásokban és az egészségügyben is ilyen lehetetlen állapotok uralkodnak. Gondolok itt elsősorban a perspektívátlanságra, gondolok itt elsősorban arra a pénztelenségre. Ennek ellenére én azt látom, hogy erejükön felül magas színvonalon teljesítenek a 13. kerületi szolgáltatók. A kormány családprogramja mikor készíteti arra, hogy a gyermek ne legyen egyke? Hát ha valami készít, nem hiszem, hogy az fog minket erre készíteni. Mi magunk el fogjuk tudni dönteni, hogy mikor szeretnénk változtatni ezen. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és változatlanul szeretnénk kihasználni, hogy vendégeink között láthatjuk úgyis, mint kispapát is, meg úgyis, mint a liberálisok egyik vezetőjét. Szabadai Viktort látták, hallották, és akkor most következik köszönöm, a még időjárástól független híradónk is, aztán jövünk Erikával. Visszatartsanak továbbra is velünk.